Üdvözlöm Önöket, ez a Paletta, a Kecskeméti Televízió programajánló magazin műsora, melyben erre a hétvégére is a legjobb helyi programokat hoztuk el Önöknek. Tartsanak velünk! Hétvégén városunkba érkezik a Mega Játszóház, az ország legnagyobb utazó játszóháza. Nincsenek turnusok, nincs hosszú sor, és a sorbaállás nem a játéktól viszi el az időt. Vadonatúj játékok, különleges légvárak, akkumulátoros versenyautók, mega légvár, arcfestés, csillámtetoválás, vidám műsor is várja a gyermekeket. A félórás gyermekjegy 800 forint, ez alkalommal a kétórás belépő pedig csak 1000 forint lesz a gyerekeknek. A játszóháza a II. Rákóczi Ferenc általános iskola tornacsarnokában lesz. Az esemény 10-től 18 óráig tart. Hétvégén ismét kézműves foglalkozásra invitálják a kisgyermekes családokat a Szóra Katénuszt Játékmúzeumba. 10 és 12 óra között, valamint 14:30 után remek programmal várják szombaton a Szóra Katénuszba, ahol saját kezűleg készíthetnek színes gyapjúból, svéd nemezelési technikával egyszerű nemezjátékokat, labdákat és pólyás babákat. Igazán jó lehetőség arra, hogy a gyermekek új technikákat sajátítsanak el, valamint sikerélményeket szerezhessenek. A részvételi díj 450 forint. Szombaton 9:30 és 11 óra között Mackó Kuckó lesz a Híres Agóra ifjúsági otthonban. Bábus anyanyelvi játszóház Bogyó és Babóca, Kipkop és Boribon történeteivel, verseivel és játék régi időkből való mackókkal, játékszerekkel, bababútorokkal, hintalóval, autókkal. Nosztalgia az anyának, apának, újdonság a babáknak. A Mackó Kuckó Csizmadia Ilona drámapedagógus vezeti. A tavaszi műsor első darabja az Anni Panni Mesélj Nekem lesz. A milliárdos krimi írót 85. születésnapján holtan találják vidéki villájában. A partit követő napon a tett helyszínére érkezik a híres magándetektív Benoit Blanc, akit a titokzatos személy bérelt fel a szenzációs bűncselekmény felderítésével. Ahogy a nyomozó elkezdi felgöngyölíteni az ügyet, egyre különösebb titkokra derít fényt. És bár az ünnepségen résztvevő családtagoknak és a személyzetnek is megdönthetetlen alibije van, mindenkinek alapos indítéka volt a szörnyű tett elkövetésére. A vidéki magányban elszigetelt família minden tagja egyre kétségbe esettebben bizonygatja saját igazát, de Blanc egy meglepő csellel végül mégis törbe csalja a gyilkost. A filmet vasárnaptól keddig 18 órától tekintheti meg az Otthon moziban. Most pedig a sportajánlónk következik. Megkezdik a megye 1-es labdarúgó csapatok a tavaszi szezont. A Kecskeméti LC hazai terepen folytatja a bajnokságot. Csapatunk az őszt a 13. helyen zárt a 3 győzelemmel, 3 döntetlennel és 8 vereséggel, így 12 pontja van. Nagy Lajos együttese szombaton 14 órakor a Lajos Mizse elleni hazai bajnokival indítja a tavaszi szezont. A Mizse 4 győzelemmel, 3 döntetlennel és 7 vereséggel 15 pontos, így a 10. a tabellán. A mérkőzés a Széktói Stadion műfüves pályáján lesz. Hétvégén megkezdik a forduló visszavágóit a férfi röplabdások. A férfi röplabda NB1 extraliga alapszakasz 7. fordulójában a Hép KRC a Finó Kaposvár csapatát fogadja. A legutóbbi bajnokin idegenben 3-1-es vereséget szenvedett a Kecskemét. A fiúk jelenleg az 5. helyen állnak 2 győzelemmel és 7 vereséggel. A KRC-nek eddig egy hazai veresége van, csak a Kazincbarcika tudott Kecskeméten győzni. Bár nehéz találkozó vár csapatunkra, mivel a Kaposvár a 3. helyen áll 4 győzelemmel és 2 vereséggel, nem lehetetlen a győzelem. Legutóbb a Magyar Kupa elődöntőjébe sikerült felülkerekedniük a Somogy megyei klubban és bejutni a döntőbe. A bajnoki mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Messzi István sportcsarnokban. Szerdán sorsolták ki a felső és alsóházi rájátszás menetrendjeit az MLS székházában.
A Szkorgol Kecskemét futszál jövő héten pénteken Dunaújvárosban kezdi meg a küzdelmeket a bennmaradásért. Majd az első hazai összecsapás a Veszprém ellen lesz március 9-én. Előtte azonban edzőmeccset játszik a Szkorgol. Február 24-én hétfőn az MB2 keleti csoportjában szereplő Újpest FC látogat Kecskemétre. Az Újpest jelenleg a negyedik helyen áll a másodosztály alapszakaszában, így a rájátszásban a felsőházban folytatja a szereplést. A felkészülési mérkőzés hétfőn 19 óra 30 perckor kezdődik a Messzi István sportcsarnokban. A belépés díjtalan lesz mindenki számára. A felkészülés 6. hetébe lépett a KTL Hufbau. Szerdán az MB3 keleti csoportjában 4. helyen álló SMTK volt az ellenfél a Széktói stadionban. Sorozatban 6. edzőmeccsét nyerte a Kecskemét, miután 1-0-ra sikerült győzniük. A heti munka is egy mérkőzéssel zárul. Szombaton 11 órakor ismét a Széktói műfüves pályáján lesz a mérkőzés. A KTE a megye 1-es Szarvast fogadja, mely a 2. helyen áll a Békés megyei pontvadászatban. Bár holnap még Nyíregyházán lép pályára a KTE Piroska Szörp, jövő hét csütörtökön ismét itthon játszik csapatunk. A Kecskemétnek 9 győzelme és 3 veresége van a bajnokságban, egy ponttal van lemaradva a listavezető Cegléttől. A férfi kézilabda NB1B keleti csoport 13. fordulójában az Algyő látogat a Hírösvárosba. Az ellenfél a 6. helyen áll a bajnokságban 5 győzelemmel, 2 döntetlennel és 5 vereséggel. 12 pontja van. A mérkőzés február 27-én lesz 19 órától a Messzi István sportcsarnokban. Ennyi volt már a paletta, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk jövő héten is. Viszontlátásra!